Hát az érettségi az ugye szóbeli nélkül zajlik. Szerintem ugyanolyan volt, mint az előző években, viszont a felkészülés az nehezebb volt így. Itt állunk Salgótarjánban a Bolyai János gimnázium előtt, ahol arról fogjuk kérdezni a kiérkező diákokat, hogyan telt az idei első érettségi magyar nyelv és irodalom tantárgyból. Hát, őszintén az első rész nagyon könnyű volt. A második részben, meg ugye szerintem aki amiatt választott, mert most lehetett egy művet elemezni, lehetett összehasonlítót elemezni. Rendben zajlott az érettségi, fel is tudtam rá készülni. Hát így kicsit féltem ugye a vírus helyzet miatt, mert nehezebb volt a felkészülés a digitális oktatásban, de szerintem aki tanult rendesen, az meg tudta csinálni. Nem volt olyan nehéz, abszolút fel lehetett rá készülni a novellára is, meg a verselemzésre is. Egy mixált novella volt, úgyhogy szerintem jó volt. Az első rész azért könnyebb volt, szövegértés, aztán egy rövidebb ilyen fogalmazásféle érvelést kellett írni, ami elég könnyű volt. Könnyű volt a téma is. Aztán a második rész az persze mindig kicsit nehezebb, hosszabb szöveget kell írni, részletesebben ki kell fejteni a művet. És hát tényleg attól függ, hogy ki mit választ. Mindenki a saját tudása szerint. Milyen higiéniai intézkedéseket kellett betartanotok? Hát kellett kezet fertőtleníteni természetesen. Csak 10-en lehettünk maximum egy terembe. Mi 9-en voltunk, plusz a felügyelő tanár. A tanárokon gumikesztyű volt, maszk, illetve nekünk is ajánlott volt a maszk, de nem volt kötelező ugye az érettségi miatt. Még azt is észrevettük, hogy nem volt a két rész között szünet, és nem tudjuk, hogy ez lehet, hogy pont azért volt, hogy ne legyünk olyan sokan egy helyen, például, hogyha kimegyünk szünetre. Viszont ez is kicsit megnehezítette így a dolgunkat. Igazából minden rendben volt. Ablakot kellett szellőztetni, ennyi volt igazából, szerintem elviselhető volt. Sokaknak nem ez a legfontosabb érettségi, nem is fog sokat számítani. Szóval szerintem, az én véleményem szerint, ha lett volna iskola, hanem akkor se készült volna ennél többet erre. Ez egy kicsit olyan szokatlan volt, hiszen eddigiekben ugye mindig ugye Solinvelő kaptunk tanári segítséget, és most így online próbálták megoldani ugye ezt a segítséget, és kicsit szokatlan volt, és ezért nehezebb is. Online órákat tartottam a magyar tanárunk, elmondtuk nekünk a szempontokat, és gyakoroltunk is elemzéseket, mind verselemzés, mind novellát, szóval szerintem úgy abban nem volt gond a felkészülésben. Valamilyen szinten biztos okozott problémát, azért nem olyan volt a felkészülés. Jobb lett volna így élőben tanulni a vizsgára, de hát most így alakult. Természetesen sokkal könnyebb lett volna, hogyha hetente párszor egy tanárral leültünk volna és megbeszélhettük volna, hogy mi és hogy megy. Az online oktatás ez nem olyan hatásos, és sokan nem jelennek meg az órákon. Hányas jegyre számítasz? Hát nagyon szeretnék a töst, mert tovább tanulni szeretnék egyetemen, és pont a magyarral kapcsolatban, úgyhogy jó lenne, hogyha ez lenne a legjobb. Remélem, hogy 4-es. Nem akarom elszólni magam, szerintem olyan 70-60% körül az nem lenne olyan rossz. És te? 70-80 között szerintem az úgy jó lenne. Én is egy 4-es, 5-ösre számítok azért. Milyen jegyre számítasz? 5-ös lehet, úgyhogy 5-ösre. Várom a holnapit is, hogy túl legyek rajta. Holnap a matek írásbeli érettségével fogjuk folytatni.